Mondhatni csendben végzi feladatait a vörös kereszt. Idén arra fókuszáltak, hogy tevékenységüknek nagyobb hangot adjanak, és minél többeknek megmutassák, mivel foglalkoznak. Ez szolgált a hősképző programjuk is, amelyen sok rendezvényre iskolába, kisebb-nagyobb közösségbe jutottak el, és hívták fel a figyelmet a társadalmi elsősegély nyújtásra és a laikus segítők felkészítésére. Az alapvető mozdulatokra meg is tanították az országosan több ezer résztvevőt. Sok más programjuk EU-s forrásból valósul meg. Ezek egyik az évelei megnyitott család és karrierpont, amely a Nyíregyházi Szarvas utcában önálló szolgáltatásként működik. Itt van Nyíregyházán a központ, azonban hét településen vannak a központjaink, a hét területi irodánkban. Kilenc munkatársunk dolgozik azért, hogy a nők munkaerőpiaci visszailleszkedése minél gördülékenyebb legyen, hogy a család és a magánélet, valamint a munka összehangolása az a legkönnyebb formában tudjon megvalósulni, hogy akkor, amikor ne kelljen választani egy nőnek a karrierje és a családja között, vagy az elkötelezett munkavégzése és a családanyai szerepei között. A kereszt mellett a június végi viharkár kár felmérésében és az ezt követő lakossági segélyezésben is aktívan részt vett. A természeti csapás súlyosságát mutatja, hogy ennek munkálatai csupán novemberben fejeződtek be. Ez mind a polgármesterek, illetve a településen működő szociális szolgáltatók részéről egy nagy energiát és nagyon nagy elköteleződést jelentett, hiszen mi, a Vöröskereszt munkatársai önmagunkba kevesek lettünk volna ahhoz, hogy ezt az együttműködés nélkül meg tudjuk valósítani. Én ezúton is szeretném a köszönetemet kifejezni a települések vezetőjének, hogy szakembereket, segítőket tudtak mellénk adni, önkéntesek, hogy meg tudjuk valósítani ezt a nagy, nagy számú segélyezést, hiszen azért ilyen nagymértékű és ekkora területi lefedettségben még nem volt adományozás. A vihar kapcsán a karitatív szervezet összesen mintegy 2400 élelmiszer csomagot osztott ki több mint 30 megyeveli településen.